Mit szeretnél ma lőni? Hát, ja, mi a terv? Mi a terv? A terv? Hát a terv annyi, hogy itt az M17-es, illetve hoztam magtek lőszert, ugye ezt a múltkor kipróbáltuk, és a 4-es számú sport céllap, ezt szeretném összekombinálni úgy, ugye a múltkor már meglőttük, hogy az IDPA kongatót innen 100 méterről, de hát ott igazából csak alaktalálatot kellett elérni, kondult meg volt királyság. Most viszont arra vagyok kíváncsi, hogy sima ilyen bolti lőszerrel, hogy 4-es számú sport céllapon, időkorlát nélküli lövésnél mennyi körettséget tudok összelövöldözni? Ez igen. Itt ez puskapálya, tehát itt vadászok gyakorolnak, meg lőnek ugyanerre a lőlapra, 100 méterre. Oké, de nekem nincs társvér puskám, csak egy pisztolyom, úgyhogy szegény ember az a főz, ami van. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, mit lehet belőle összehozni. Hát nézzük. Na. Szerintem, hogy is volt? Ja igen, ez volt ugye az első. De ez csak ilyen próba volt, mert kíváncsi voltam, hogy hogy sikerül így elsőre. Hát kapásból kettőt sikerült kilőni, tehát a lőlapból. Tehát ez annyira nem volt fullos. Bár voltak biztató jelek, mert a feketében azért beleszédült egy-egy. Ugye itt a második körbe
Itt megint van egy rendítens, ugye itt fogta magát, és az valamelyik lövés ott megúszta, a kilépett. Itt viszont azt mondom, hogy 10-ből 9 már nagyjából, illetve a 10 alapon rajta van, tehát ez már egy fejlődés volt. Egy kicsúszott, nagyjából itt kiszámolgattam, hogy mi ez, hát 53 keretség. Az, hát, az falura jó, nem? Az nagyon jó. Falura jó? Az nagyon jó. Itt tartottam utána egy kis szünetet, mert elfáradtam, tehát itt azért így rendesen elfárasztja az ember. És a harmadik kör, itt viszont mind a 10 értékelt lett, tehát ugye bent lett a mező, minden találat benn van az értékelési zónán belül, itt ugye sarokba egy, ott rajta a vonalon. Hát erre szokták mondani, hogy kegyelem kettes, tehát... De megvan, nem? Tehát... Hát nagyon nem kegyelem kettes, mert vadászvizsgán 3 lövésből kell 21 körességet, tehát hogyha lő 2 darab 10-est, meg egy 1 találatost, az is 21. Hát mondjuk, ja, mégis ilyen szemszögből azért annyira nem rossz, tehát akkor mondjuk, hogy kegyelem 3-as. Itt viszont egész jól sikerült összehúzni, itt 60 körettség jött össze, itt viszont egész szépen a feketébe azért bele-bele szédülgettek, illetve azt néztem pont, hogy itt a második körbe kicsit elcsúszott balosba, itt viszont nagyjából azért sikerült középen tartani a lövéseket. Mondjuk úgy, hogy nem vallottunk szégyent. Na, így van. A fényviszonyok elvihették a másodiknál a lövéseket balra, 10 óra irányára. Igen, ott abban volt egy kis érdekesség, mert hol jött a felhő, hol nem. Ott egyébként valószínűleg tényleg az zavarhatott egy picit. Meg hát ebből a távolságból egy pici beletekerés már. Így van. Már pisztolynál elviszi. Kiváló. Akkor a mai napot kiválóra értékeljük. Rendben.